Sziasztok, Blackman vagyok, és itt a Troom 3 második része. Az előző részben belekezdtem a széria folytatásában, és megint hozott azért újdonságokat, már sokkal másabb így a mechanika is, mint a kettőben. Ezt azért szeretem, hogy így felülmúlja a társait, és ott hagytam abba, hogy megszereztem a második ilyen piramist, Beyblade-et. És akkor visszahozott ide, a szobába, mondom, arra kell menni, majd ezt így be kell helyezni. Na, hogy szóljon a Beyblade. Úgy van. Torta tároló. Hát ez meg mi a fene? Valahogy forgatni kell, hogy... Na, megvan. Jó, hogy azt, ezt a kaput kellett így kirakni. Jó. Csak addig kellett így forgatni. Most mi jött a harmadik Beyblade. Egy könyvtár. Kezdjük. Vagy már megint ezt kell így beállítani? Látszik egy állatok, mit kezdem vele. Mystical Maggie. Ez meg ilyen jós. Please token here. Small mechanism. Azt lehet itt tekerni. Ahogy ez egy kulcs. Oké. Milyen creepy van, hogy így rám néz, hogy elkezd vörösen nézni a szeme. Ez is egy oszcilloszkóp. Arról ír, hogy furcsája, hogy eddig jutottam, meg hogy sok tanítványa volt, de még ilyen, mint én nem volt. És hogy folytassam a kutatásomat, kövessem a kíváncsiságomat. Szerintem valahogy be kéne kapcsolni az áramot, de... Aha. Úgyhogy pont ezzel kéne kezdeni. Tudom, mintha ez nem lenne áramolt, vagy... Látszik, mégis lett áram. És csak annyi, hogy a pozitívokat kell hozzákötni a negatívokhoz, vagy valami ilyesmi. Most már te is mozogsz, vagy nem? Creepy. Jó. Nézzünk át ide a másik szobába. Jön az az emelet. The Great Khan. Lehetetlen piramis. Nem fogsz hinni a szemednek. Hát, hogy pont ő az, aki írta ezeket az utasításokat. Ha ezt össze lehet hajtani. Jó kis könyv. És ide kéne bejezni valamilyen eszközt. Metal object. Ez is olyan hova való. Most már nem lehet visszahajtani. Ok.
Oké. Na, ott is van világosság. És akkor most működik a oszilloszkóp, vagy a kamera? Egy fonográf is. De ez még jelenleg nem működik. 17.95. Most már emelték ez áram alatt van. Most működik az oszcilloszkóp. Itt nincsen semmi. Érdekes. Na, akkor melyet ezt be kéne állítani a megfelelő sávra. Ez egy nyugodt. Kulcsra. Ezt nem értem. De volt nálam egy kulcs, akkor az mire kellett? Szóval, hogy csak ennyi volt. Nem baj. Szóval majd el kell szorítani. Nincs semmi. Bélvítő, ha? De be van zárva egy madár. Azt hiszem, ezen meg át kell így nézni a lencsével. De nem. Nézzük csak. Érdekes, hogy néz ki, mint egy régi telefonfülke. Vagy nézem, ott van a harmadik háromszög, ami kell nekem. Mit ér a tekercsbe? Szóval mit tudok az időről? Azért nagy a pálya építette ezt a tornyot, csak hamar kifolyott az időből. Én gondolom, hamarabb halt meg, mint várta. Ennek a fülét át kellett hajlítani a másik oldalra. Ilyen lehetett forgatni, és ezt ki kellett nyitni. Mi ez? Small metal pillar. Ez is hol való. De lehet, hogy pont ide. Aha. Oké. Be lehet hajtani. Ó, egy kis labirintus. Ez Pac-Man. Aha. Nézzünk bele a toronyba. Hm.
ezt kell mozgásra bírni. Crank handle. Mik ezek a sound effektek? Rémisztő. Vajon ez a crank handle, ez hol kéne? Metal ring. Majd ez kell ide. Aha. És így. Aha, így. Jó van. Csak megvan. Jó. Csak annyi, hogy meg kell találni így, hogy melyik egyezik itt a lentivel. Tehát úgy beállítani. És akkor működik a torony. Szóval a spec mendez. Aha. Ez is egy érdekes kis játék. És akkor így kell helyére mozgatni ezeket. Aha. Akkor így működésbe fog lépni az óratorony. Oh. És akkor még ezt is be kell aktiválni. Lássuk csak. Ide való. Aha, és akkor ezt kell átirányítani. Ez van, hogy ez így elméletek pont jó lesz. Mi a? Nem olyan bonyolultak ezek a feladványok, szimpla logika. Az egész a gear. Ide kellett a gear, és ezzel így megnyílt az a átjáró ott. Tehát nagy súly. De és mi kell lesz olyan? Nézzünk fel akkor ebbe a felső részbe. Jó, ide kell ez. Ezeket a kristályokat szét kell törni, és úgy fog majd a piramishoz, és úgy fogom tudni megkaparintani a piramist. Aha. Ja, ezt csak át kell vinni. Ú, de jó néz.
De jól megcsinálták. Oké. Az, hogy mennyit úgy kell forgatni, hogy... lehessen irányítani. Így. Ha. Clock face. Nem lehet szétnyitni se semmit. Na, és ez jön ide. Ó. Sakkozunk. Látszik, sakkozni kell. És a lóval ki kell iktatni az ellenfélnek a bábolyt. Nem rossz. Így. De jó, hogy tudok sakkozni. Jó. Azt így. És tekergetni kell valamit. De mit? Ja, így el kell zoomolni. Aha, és... úgyhogy át tudjon menni a sinen. Inni. És ezt... szóval csak így el kellett forgatni. Jó, és most? Jaj, csak így el kell tolni. És ide kell ez. Megint egy mintás. Csak ezt most így forgatni kell. Emellett így jó is lesz. Réma. Jó, ezt tudom, és hol való. Mik nem rejlenek egy ilyen telefonfülkébe? Ez ide való. Na. Ja, menjünk a pincébe. Mik nem rejlenek egy óratoronyba? Ó. Hogy ezt a kulcsot meg kell szereznem, de... De hogy? Nincs semmi.
meg kell húzni. De majd ezzel hangszerrel kell, vagy nem tudom mi a, ennek a hangszernek a pontos nevezése. De ismerem. Ó! Oh. Egy kis balerina. Na itt a doboznál ezt el lehet húzni. És lehet ide tekinteni. Ezt csak így össze kell rakni. És csak nézzük, hogy bemenjen a helyére. Ah, nem. Aha. Vagy akkor ebbe a pontba kéne fókuszálni. Bemenjen, vagy pont középre kell, hogy menjen. Meg is van. Some kind of socket. Oké, és kell lesz majd még egy figura. Itt találtam egy balerina figurát a aranydoboznak az oldalában. Nem tudom, hogy mikor került oda. Lehet, hogy csak én voltam a szerencsétlen, hogy nem vettem észre. Meg is van. Csak közben nem szeretek beszélni. Inkább koncentrálok, és megvan öcsem. Jó. Akkor ez a zenedobozzal végeztünk is, és akkor ez kell lesz ide, hogy működésbe tudjam hozni ezt is. Így van. És akkor most melyik kell? Mert hogy mindkettőt be kell írnom. A mintázat megfelel, és akkor most meg kell nyomni ezt. Aha. Nem történik most semmi. Akkor rég... Rég volt csak az egyiket beírnom. Majd meg egy ilyen árnyjátékot kell valahogy létrehozni. Ez egy sólyom lesz. Így. Sosmorár. Nem értem akkor, hogy ide miért raktak kettő szimbólumot, és mikor az egyik is elég. És akkor ezt hol kell lesz majd? Várjunk, ez lehet, hogy... Már csak egy helyre kell egy kulcs, az meg ez lesz. És akkor ezzel... Aha, ezzel szavajtom ki a madarat. Csőrikét a karitkájából. Már kiszabadult a madár. Ez jó. Kagykában nincsen semmi. Most csak követni kell? Jó, ha vigyázol a szárra, hárkány! Ha és ő megkongatja a másik parámat is. Azok a lenti pincében a kristály. Robbant ki. Nézzük, mit rejt a kép. Ah, ugyanúgy.
ezt a fényt kellett vezetni. The hands of the clock. És akkor ez kell ugyanúgy a kis dobozkába. Csak hova? Jön ide? Aha. De ez kell. Mikor éjfélt itt az óra? És megszól a nagy harang. És a kristály széttörik, és egy újabb piramis az enyém. És most megint visszakerültem ide, és most, hogy megvan a harmadik Beyblade is, ezt így... Mi kell? Fonográf. De most, hogy itt vagyok, ezekkel nem kéne valamit kezdenem? Ezért nekem nagyon gyanús, hogy ezek nem kellnek semmire. Biztos kell. Nincs, hogy a játékban nincs olyan, hogy ne kelljen egy tárgy valahova. Hát jó, akkor ha játék azt mondja, hogy menjek oda, akkor csinálom én. Na, helyezzük fel a harmadik Beyblade-et is. Na, és ez mi? An optical device. Ezt fel kell szerelni. Valamerre. Csak pont ide? Nem. De ezt így lehet tekerni. Ah, vajon csak ezt ide kell. Ah, megvan. Aha. És valahogy úgy kell, hogy oda beérjen középre. A külsőt nem is tudom forgatni. Így meg is van. Na most hol megyünk? Jó kis fonográf elemez, már megint arról számol be a Craftsman, hogy ez a ház olyan, mint hogyha az enyém lenne, tehát úgy oldom meg a feladatokat olyan könnyeséggel, minden, folytassam az utamat, és majd itt is kell babrálni az oszcilloszkóppal, de egyelőre nincsen áram alatt. Ezt ki lehet húzni. Aha. Na, hát akkor nézzünk is be. Az de menő. Most úgy érzem magam, mint Ant-Man, hogy így bemegyek a kulcsokon, és akkor így szépen megcsinálom a zárat. Zseniális, hogy kitalálták ezt. És merre kéne fordítani? Na, megint ez.
Hát akkor helyezzük három alá. Kell a tüzembe helyeznem. Lám lenni világosság. Ez olyan, hogy így szobáról szobára haladok, és akkor azt látom, hogy így a várost ellátom fénnyel. Egyáltalán város ez. Ah, és erre kéne folytanom, hogy be tudjam helyezni a kulcsot. És ez itt milyen szerkezet? Ide kell ez. Aha. És ki is lehet így venni. Miért vegyem ki? És akkor egy feladványt kell megoldani. Azt a mindegy, hogy jártam alakítani valamivé egy labdával. Csak milyen formává kell átalakítani? Ez mi? Ez inaktív. Na és most működik ez a kis szerkezet. Jó. Szerintem ez számít egy ilyen elosztónak. És akkor működésbe hozzam ez az oszcilloszkópot. A franc ez meg magától csúszik össze-vissza. Inkább idegesítő volt. Megvan egy újabb hely. És vissza kell jönni, mert szent... vissza is kell jönni. Ez meg egy... parkács műhely. Ezt nem tudom forgatni. És akkor ez lesz majd a piramis. Ez lesz a fő dolog, aki kell indulnunk. Hogy működésbe kell hozni. A kulcs az megint eltűnt, tehát akkor az előző szobához lesz köze. Leather case. Egy kis tűzifa. Hát akkor az oda kéne, nem? Tüzet kell gyújtani. Szóval innen kezdődött minden, itt barkácsolt a dolgait. Meg kell szereznem valamilyen kulcsot, és ezzel így viszem magammal tovább, de hát szerintem ugyanúgy a piramisra gondol. Mit mond a tép? A shrimp estate, a plinth beside a large wooden column. Ó, majd csak ide kell a tűzifa. És ezt valahogy forgatni kell, de vajon mi szerint? Ezt még nem tudni. Hát neki nincs sok értelme, hogy ezt pörgetem. De valamit kovácsolni kell, de szerintem egy kulcsot, vagy ezzel, hogyha megkattintok a vízre így rendesen, de jó, mint hogyha így belenyomnám az ujjamat. De menő,
small key sitting on the cliff on the... Érdekes. Itt egy kulcs. Itt van egy pince ajtó. Lehet, hogy pont ide kell. Aha. Metal rod. És ezzel így... Ez elég a vizet, hogy ide folyjon. Beindul, és a többi kereket is így mozgásra kell bírnom. És lehet, hogy úgy lesz itt áram. Na de ez a metal rod, ez hova kell? Itt megnyomtam egy gombot, és kiszedtem egy flintet. Itt az alaplapján ezt el lehetett folytani is. Kanyagyom meg főhelyre kell rakni. Hát hogyha van alatt egy kristály, akkor ugye nem tudjuk bejezni, tehát ez csak egy ilyen kis számolás az egész. Metal casting. Ja, ezt tudom hova kell. Ez ide. Pontosan. És ez a vas kulcs, ez ide való, és ezzel tudjuk mozgatni ezt a zsákot. A zsákot le kell szereszteni arra helyre, és ez mozgatja ugye ezt a két lakatot, és én reteszt, és ezt a kilincset rá kell húzni, hogy ne csúszom vissza. Mert most, hogyha ide jövünk, és felemeljük a zsákot, akkor abból visszacsúszna. De így ezzel meggátoljuk, és akkor most kell a zsákot ide hozni, és így ki is nyílik az ajtó. Nézzünk is be, hogy mi található ott. Ezt majd vagy működésbe kell hozni. Talán ez mi? Ezt nem tudja kézzel kinyitni. Azt a sakbábút, jól látom, az egy bástya, azt kell valahogy onnan kiszedni. És se tudom szabad kézzel mozgatni. Itt is egy sakbábú. Mik vannak. Ez egy körfűrész. Majd valamit ketté kell szvágni. Jelenleg nem látok semmit a lencsével se. Van valami. Aha.
Szétfűrészeltem a zsákot, és van benne egy fém rúd. És ide kell a tűzifa. Jó. Ezt így visszahajtjuk. Mondom, visszahajtjuk, de nehéz ezt a szart irányítani. Jó, ide kell ez a fém rúd. És ezt kell lereszelni. Nem, hogy ezzel csiholok tüzet. Oké, most már parázslik. És ide mi kell? Majd ide kell a rúd, és ezt fogjuk majd szépen beolvasztani, és egy kulcsot csinálni belőle. Be kell ezt tolni. És akkor szépen adjunk rá kakaót. Zseniális. Imádom az ilyen kraftolós dolgokat. Ez gyorsan megolvadt. Nos, ez tök mindegy milyen forma. Hiszen itt lehet állítgatni. És akkor ez tök mindegy. Minek van? A tipp azt mondja, hogy az alsóval kell kezdeni, de hát honnan jöjjek rá? Csak azért, mert a végén nincsen ilyen karika. Hát komolyan, én lekovácsoltattam ezt, mert akkor ez kell ide. Na, csodálj, ez már jó lesz. Én ezzel kinyitunk egy újabb ilyen rekeszt. És kapunk egy ilyet onnan. Nagyon jó. Oké, és a másik rekeszből. Small connector. És ez kell idő. Ezt így megpörgetjük. Mechanical disk. Oké. Úgyhogy meg kell cserélni a helyüket, és akkor úgy Ígyni. Ez gyors volt. Metal casting. Ja, ezt tudom már hol való. Ide. Ez működésbe hozta ezt. Aha. Ezt a mechanical disket így ki kell pörgetni. Más kódon nincs semmi. De szerintem ez lenne ez való ide. Pontosan. Van egy kumi. Nem is mi az a gumi. Nem, ez egy öv. Aha, és akkor ezt kell így. Nagy öv. Van még egy bástyám. Hogy ide kell. Megnéztem az alját is.
Értem. Mi az aljából rájöttünk, hogy ide kell lesz. Na. És egy gyerekes kis szerkezet. Valahogy mozgásba kell. Így. Nem is láttam, hogy ott hiányzik egy része. Szerkezet az is. Fényorganázunk. Ja, fényorganázunk. Mi az anyád picsáját csinálsz? Pényorgonázol, mi? Most ezt mi szerint kell ezt beállítani. Ah, vagy úgy. Ezek kirajzolódjon. Akkor egyszerűbb, hogyha ezt így beállítjuk. És kész is. Gyerekjáték. Na, és akkor most kérde ez a kulcs. Gondolkoztam, hogy mégis hogy a francba kéne azt a karikát rárakni. Erre hát az a szerkezet, amit kaptunk, az idevaló. Ide be tudjuk ezt helyezni, és most már van karika is a kulcson. Bravo! Na, és akkor ez jön ide. Meg is nézem, hogy biztosra menjek, de ez a megfelelő forma. Jó, na nézzük. Aha. Úgy kell, hogy álljon, hogy mindig a megfelelő helyen. Csak csavargatni kell, és amint a megfelelő pozícióba helyezzük, így rá kell kattintani a gyémántra, és így beilleszkedik. És ezzel meg lesz ez a piros gyémántunk. Egy gem. És ez hol való? Pont ide? Aha. Jó. És akkor most ezt kell kiforzsolni. Elméletileg megfelelő mintázatot csináltam. Úgyhogy... Ja, jó lesz. Mennyi nyitja van még ennek? Ez nem a Yu-Gi-Oh-ból a ezeri össze? Na. Aha. Meg az kell, hogy a három megfelelő helyen álljon. Így né. Itt az ezer éves szem. Jó. Na. És most? Metal casting. Akkor ez jön megint ide.
És már mindegyik működik. Jó. Akkor most be is nézhetünk abba a szobába. Itt már szerintem semmi tennivalónk nem lesz. Ez úgy néz ki, mint egy vetítőgép. Szerűség. Na. Letört a fogantyú. Piece of food. Ja, és gondoltam, hogy ide kell jönni elsőnek is. Így. Small piece of food. És ide be kell helyezni a barkács asztalba. És ez nekem itt szépen kifaragja. Aha. Vagy úgy. Kis túlnyőzként egy sodrófa. Köszönöm szépen. És akkor ezzel mehetünk is oda. Nézzük meg, hogy működni fog-e. Aha. Úgy is megkapom ezt a kéztervrajzot. Mechanical anatomy. Oké, de... Ah, vagy így? Jó. És akkor most kell beállítani azt a szimbólumot, ami ott van. Camshaft. És akkor most kell elmennünk az a készhez. És működésbe hozni. Kezeskedem róla. Jó. Mert csak úgy el kell tekerni, hogy ereszel ezt a kulcsot. Oké, ezt valahogy forgatni kéne. Aha, lehet forgatni. Aha, és akkor úgy kell fordítgatni, hogy ez is így megfeleljen. Jó. Itt meg egy négyzet kell. De nem csak bele kell helyezni, aztán kész. Nem érted? De jó. És megvan az újabb piramis is. Nagyon jó. Hú, hát akkor szerintem lassan közel a végéhez, mert lassan összegyűlik a sok piramis, meg Babeli. Úgyhogy nem fogom folytatni a következő részben, akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a következő részben. Addig, sziasztok!